Köszönöm, hogy eljöttetek a mai előadásomra. Ma a salesbe fogunk még inkább betekintést nyerni. Ez leginkább ugye sales értékesítés vezetői dolog, amiket olvastam. Konkrétan arról fogunk ma beszélgetni, hogy hogyan tudunk kiépíteni úgy egy értékesítési töltsét, vagy egy értékesítési folyamatot, amit utána skálázhatósággal előre tudjuk jelezni, hogy ha mondjuk kétszeresére növeljük az erőforrásokat, akkor kétszerese legyen a bevétel is, vagy még több. Ha mondjuk kassa szerint akartam volna összerakni a mai PPT-t, akkor kinek van tippje arra, hogy mivel kellene kezdenem az első dián? Nem, megyük úgy, hogy ez a termék, hogy eljöttetek most az előadásra, akkor milyen státuszban vagyunk, és mi a következő lépés? Anita? Ha már eljöttünk, akkor meggyőztél minket arra, hogy eljöjjünk. Igen. Tehát talán az előnyel járunk már a végén. Így van. Egy előnyel kezdem azért, hogy miért beszélek most egyáltalán erről, és miért most beszélünk erről, miért jó mindenkinek, hogyha tudja ezeket a szélzős dolgokat, hiába mondjuk marketinges vagy divízióvezető és egyéb dolgok, mert ez egy adat a könyvből, hogy a Salesforce, ugye amit mi is használunk annak a cégnek, az ARR-je az már közelít a National Football League-nek a éves bevételéhez, ami azt mutatja, hogy maga Salesforce, mivel egy értékesítői szoftver, ezért az értékesítésben nagyon nagy pénzek vannak, és egyre több az olyan értékesítő, aki képzett és nagyon jó szakember, és egyre több az olyan cég is, aki beruházza az értékesítőkbe és startupokba pontosan emiatt. Amit úgy jellemzett a könyv, hogy az értékesítési csapat, ugye make or break your business, tehát vagy velük lesz sikeres, vagy miatta hal meg a business, tehát kulcsfontosságú dolog az értékesítés. Értékesítés nélkül bármilyen termék legyen, az ugye értéktelen, és pontosan ezen tényezők miatt ma egy értékesítő, főleg külföldön egy nagyon-nagyon keresett szakember, és sokkal nagyobb fizetése van, és nagyon nagyobb lehetőségei vannak ezáltal, szóval megéri tudni ezeket a dolgokat, hogy jó értékesítők legyetek. Jó. A következő, ha megyünk kassa alapján, ugye itt már eljöttetek, meg volt az előny, akkor kezdjük elejéről, mi a vágya egy értékesítőnek. Ugye én magamból indultam ki, én a shopbenternél is állandóan azt kerestem, hogy mi lenne az a sales folyamat, amit hogyha kiépítenénk, akkor pontosan tudnánk, hogy mennyi profitot fogunk keresni azzal. Pontosan tudnánk, hogy hány leadünkből mennyi lesz a konverzió, az a lead az mennyit fog nekünk érni, és hogyha ennyit zárunk le, akkor ennyi lesz a bevétel, és minden egyes értékesítő ugyanazokat a számokat tudja hozni, ugye ezen vagyunk nap mint nap, de ez nem egy egyszerű dolog. És utána, hogyha ezt megtaláltuk, akkor szeretnénk skálázni ezt a folyamatot, hogy elérjünk több profitot, de ahhoz először meg kell találnunk azt a folyamatot, amit skálázni szeretnénk. A probléma ezzel csupán annyi, hogy jelenleg, ha én meg akarom mondjuk duplázni a bevételt, akkor két opciót látok magam előtt. Az egyik az, hogy meg kell dupláznom az erőforrásokat is, mondjuk kétszer annyi embernek kell telefonálnia, ami egy elég költséges dolog lenne, vagy meg kell dupláznom a tevékenységét a jelenlegi csapatomnak, tehát ugyanennyi ember, de kétszer annyit fog telefonálni, ami hát a mostani erőforrás letelhetséget nézve nem lenne egy túl jó ötlet szerintem. Amúgy is, ha ezeket csinálnám, akkor az azt jelenteni, hogy amit most csinálunk, az nem működik, tehát csináljuk még keményebben, ami ugye egy ellentmondás, tehát hülyeség lenne ezt csinálni. Úgyhogy ezekből a könyvekből összeszedtem a megoldást, hogy mit kellene akkor a helyet csinálnunk. Ahhoz, hogy elérjünk egy előre jelezhető bevételt, ezeket a lépéseket fogjuk ma megbeszélni. Először is tudnunk kell, hogy legyen egy előre jelezhető lead generation folyamat, tudjuk, hogy milyen leadekre van szükségünk, honnan jönnek, ők mennyit érnek nekünk, stb. És hogy fent tudjunk tartani egy ugyanolyan minőségű lead
folyamatot. A második az ugye minden könyv arról szól, hogy a cég lelke az az értékesítői csapat, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan kell felvenni egy sikeres értékesítőt, hogyan kell őt kiképezni, hogy mindenki ugyanannyira legyen képzett az értékesítési csapatban, hogyan tudjuk őket felelőssé tenni ugyanolyan mértékben az egyes célszámokért, és hogyan tudjuk ugyanazt a minőségű leadeket nekik adni, hogy minden hónapban ugyanazt az eredményt el tudjuk érni. És ha ezek megvannak, csak utána tudjuk kialakítani azt a sales folyamatot, amire szükségünk van, hogy tudjuk utána skálázni. Kezdjük akkor a lead generation-nel. Ehhez először meg kell határoznunk, itt jöttök ti a szóba, hogy szerintetek mi a különbség a prospects, leads és opportunities között. Van-e valakinek sejtése, hogy a három között mi a különbség? Mi megkülönböztetjük-e jelenleg Soprántárnél, Optimumnál? Lehet, hogy összezavartak titeket, hogy nem sorrend beraktam ugye, direkt a dolgokat. A lead a legkisebb. A lead az egy nevet jelent, egy cég nevet, aki mondjuk tudjuk a cég nevét, de számunkra ő csak egy név, valamilyen listán megadta a nevét, és még nem tudtunk róla semmit, nem tudjuk, hogy mi a problémája, nem tudjuk, hogy az ő problémájára a mi szoftverünk megoldása, semmit nem tudunk róla, csak a nevét, meg mondjuk az e-mail címét, meg telefonszámot, tehát az adatait tudjuk, de semmi más. A prospect az már kicsit feljebb van, az a személy egy vagy cég, aki már tudjuk, hogy olyan probléma, hogy van egy olyan problémája, amire a mi szoftverünk megoldást nyújthat, és vagyis úgy gondoljuk, és hogyha felhívjuk mondjuk ezt a prospektet, és kiderül, hogy az ő problémája valami nem olyan dolog, amire mégis mi tudunk megoldást adni, akkor ő onnantól kezdve nem prospekt, hanem megint visszamegy lépve. És akkor jön létre egy opportunity, amikor felhívtuk és meggyőződtük róla, hogy ennek a prospektnek mi tudunk és akarunk is segíteni. Tehát ez egy opportunity, amit akarunk, hogy bekövetkezzen, hogy a mi cégünknek fizessen elő, mert ugye kasszán is megtanultuk, hogy az értékesítő az ugye annak az a feladata, hogy ne engedje be a cégbe azt, akivel nem akarunk együttműködni, és ide ez is beletartozik, erről majd fogunk ugye beszélni az ideális vásárló profilnál. Tehát a sorrend lead, prospect és opportunity, de hogy jobban lássuk, így néz ki ugye egy értékesítési töltsér. Itt nem találtam olyat képbe, ami ugyanezeket a szavakat használja, ezért ugye színnel próbáltam jelölni, hogy akkor a könyv szerint hogyan kellene haladni. Ugye pirosban az van, aki még csak most jött mondjuk az oldalunkra, de nem tudunk róla semmit, csak ugye mondjuk egy visit az Analytics-ba. Az Inquiry az, aki mondjuk már megadta a nevét, e-mail címét, feliratkozott a hírlevélre. A leadet ő úgy mondta, ugye, hogy a lead, aminek a lead score-ja kevesebb, mint 65, na hát ugye ezt mi nem mérjük, de jó lenne mérni, ugye innen tudjuk megkülönböztetni, hogy a prospect az pedig egy olyan lead, akinek a lead score-ja nagyobb, mint 65 egyébként. A pontos megfogalmazás, és akkor utána lesz belőle opportunity, hogyha szerintünk is megfelel a cégnek, és utána lesz belőle vásárló, hogyha ugye elő is fizet és megveszi a terméket. És ugye a második oszlop lenne az, hogy miket kell vele csinálni, ott ugye még cold e-maileket tudunk neki küldeni, utána már fel tudjuk hívni, ott már demokonzultációt tartani neki, és ott pedig már eladni neki a terméket. Szerintetek, hogy tudnánk megkülönböztetni akkor mondjuk Soprántárnél a leadeket, meg a prospekteket, és kell-e megkülönböztetni? Nagyon jó, igen. Tibi, mikor lesz lincskor? Nem tudjuk. Egyébként itt is igaz az, hogy ugye végül is csinálunk ilyen lincskor, csak nem számozzuk be, hogy 65. De amikor felhívunk egy próbaidőszakigénylőt, és megkérdezett tőle azokat a minősítő kérdéseket, akkor igazából ezt csinálod, hogy eldöntöd róla, hogy ő olyan lead, akivel akarunk foglalkozni, vagy nem olyan.
tehát nagyjából csináljuk, csak ugye nem tudunk például rájuk szűrni, nem fel kell őket hívni hozzá, stb. Ami sokkal nagyobb erőforrás, de végül is mondhatjuk, hogy azért nagyjából próbáljuk őket megkülönböztetni, hanem is tudatosan. Optimunknál ott ugye nincsen call, legalábbis angoloknál, hanem ők tudnak maguknak demót igényelni, ugye? Igen. Tehát ők, akik mondjuk demót igényelnek, akkor ők már mondhatjuk, hogy prospektek, csak ott ugye el kell döntened, hogy akarunk-e vele együtt működni. Lehet, hogy kiderül, hogy ő mégsem prospekt, ugye, mert nem való neki a termi, vagy pedig kiderülhet az is, hogy te nem akarod, hogy velünk együtt működjön, mert olyan az ember. De ha igen, akkor lesz belőle egy opportunity, így follow-upnál meg el lehet neki adni a terméket. Jó. Még egy módja van, hogy megkülönböztessük a leadeket. Ez az szerint, hogy honnan jött a lead. Seeds-nek nevezi, hát nem tudom, olyan hülye neveik vannak, úgyhogy most magnak vagy csirának le lehetne fordítani, de szerintem jó így is. Az a lényeg, csirák. A csirák. Azt szerint jöttek hozzánk, ugye ők egy jobb fajta leadek, akik vagy SEO-ból jöttek, vagy public relationship kapcsolatokból, vagy pedig más boldog vásárló ajánlott minket neki. Aztán vannak a netcek, akiket behálóztunk. E-mail marketingból jöttek, ugye ezek a legáltalánosabbak nálunk, vagy ugye hirdetésből, AdWords-ből, bárhonnan. És vannak azok, akiket ugye hideg hívással kellene felhívni, mi ezt ugye nem nagyon csináljuk. De ez is egy lehetőség a leadeknek a felsorolására. És akkor, ha már tudjuk a leadeket, akkor ahhoz, hogy a lead generation jó legyen, azt is tudnunk kell, hogy a leadekből mikor lesz, ugye, vagy prospect, és a prospectekből mikor lesz opportunity, akkor, hogyha tudjuk ugye az ideális vásárló profilt hozzá, hogy el tudjuk ez alapján dönteni, hogy akkor ez a prospect lehet-e opportunity, vagy visszaküldjük, mert nem ideális vásárlója a cégünknek. Tehát ezt még azelőtt kellene megcsinálni, mielőtt egyáltalán a leadekre célozni akarunk, mert ez nagyon sokat segít a marketingnek abban, hogy jó leadeket célozzon meg, és azonos minőségű leadeket tudja küldeni a salesnek, amire majd lesz szó, hogy ezt hogy lehet még befolyásolni. Így néz ki egy ideális vásárlói profil. Meg kell határoznunk azt, hogy mik azok a kritériumok, amiket akarunk, hogy teljesüljön a vásárlóról, és meg kell határoznunk azt is, hogy miért akarjuk ezt. Például a HubSpotnál ezek vannak, ők 25 és 250 fős cégeket keresnek célcsoportnak, azért, mert ha ennél kisebb vagy nagyobb a cég, akkor az ő termékük nem jó megoldás annak a cégnek. Azt is meghatározták, hogy milyen iparágból, milyen pénzügyi helyzetű cégek, például akik többet költenek mondjuk marketingre havonta, mint, vagy kevesebbet költenek salesre havonta, mint. És meghatározták azt is, hogy milyen személyiségű emberekkel akarnak, vagy nem akarnak együtt dolgozni. Ők olyanokkal akarnak hosszú távú kapcsolatot, akik olyanok, mintha barátaik lennének. Hát mi is ezt szeretnénk, szóval ezt kipipáltjuk. És hogyha agency kerül hozzájuk, az nekik nem jó, mert hogyha van, mert mint hogyha agency-vel rendelkező ügyfél, mert akkor ők nem jó megoldás annak a cégnek. És ugye azt is meg kell határoznunk, hogy mik azok a dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy legyenek, és mik azok a piros zászlók, amiket, hogyha meghallunk az ügyfél szájából, akkor rögtön tudjuk, hogy ez időpocsékolás, tehát nem szabad vele tovább beszélgetni, le kell zárni, vissza kell küldeni, nekünk ő nem opportunity, stb. Például náluk, ha kimondja valaki, hogy már van agency-m, vagy tudom jól, hogy mit csinálok, vagy mire van szükségem, az náluk egy piros zászló, ilyen ügyféllel nem akarok együtt dolgozni. Ezeket gyűjtik. És ez mondjuk tök nagy segítség lenne szerintem, ugye az új belépőknek is, most van egy csomó ügyfél, új ügyfélkapcsolatos, és keresünk új ügyfélsikermenedzsert, és nekik is sokkal könnyebb lenne, hogyha meglennének mondjuk ezek a mondatok, hogy mire kell figyelni, mire kell fülelniük, hogyha ügyfelekkel beszélnek, hogy meghatározzák, hogy ki az, aki nem célcsoport. És ezek alapján egy, maximum öt
típust kellene csinálni ügyfélből, és konkrétan leírni, hogy a mi ideális kontaktunk egy olyan kis vagy közepes vállalkozás cégvezetője, akinek van termékköre és van nagy kere, és szeretne 1 millió forintot beváruházra költeni. Például ezt amúgy hívhatjuk ugye ügyfél avatárnak is, mert itt is nagyjából leírja, csak az ügyfél avatár az még ad is neki mondjuk nevet, hogy a mi ideális ügyfelünk Susan, akinek 2 gyereke van, és otthon webáruházat szeretne nyitni hobbiból, stb. És akkor ez alapján, itt az Optimum példája, náluk ugye már van ideális vásárlói profil. Nézzük meg, hogy így első ránézésre mi az, ami hiányzik belőle. A miértekre gondoltam, az hiányzik. Tehát itt vagy, mit akarunk, de az nincs ott, hogy miért ezt akarunk. Hogy miért ők a legjobb ügyfelünk, mert mondjuk tapasztaltuk, hogy aki nem ilyen, az nem, mit tudom én. Tehát ugye azt hiányzik a második oszlop része az egésznek. Jó, miért nagyon fontos ez? Ez a marketingnek ugye nagyon fontos. Ahhoz, hogy megtaláljuk ugye a célpiacot, hiszen nagyon meg lehet különböztetni azt, hogy van ugye a totálisan elérhető célpiac, van az, akit ki tudnánk szolgálni, de nekünk meg kell határozni azt, akit a legvalószínűbb vásárlóink lesznek, akik beleférnek az ideális vásárlóprofilunkban, és akikből a leginkább prospektek meg opportunitik lesznek. Tehát így a célzás sokkal jobb lesz, hogyha tudjuk ezt. Jó, így tudunk szerezni akkor leadeket, itt tartunk. Ha megvannak a leadek, akkor jöhet a sales team. Hogyan vagyunk rá sikeres értékesítő? Ott lemaradt egy S betű, igen. Ez csak egy idézet a könyvből, nekem tetszett. És akkor itt van, hogy hogyan tudjuk megtalálni. Kicsit hasonló az ideális vásárló profilhoz, meg kell találnunk az ideális értékesítő profilját a mi cégünknek. Konkrétan ez minden cégnél más is más. A HubSpot ezt úgy csinálta, hogy analizálta az értékesítőit, a legjobb értékesítőit, és megpróbálta megfigyelni azt, azt nem írta, hogy valahogy meganalizálta és megfigyelte azt, hogy az értékesítő egyes tulajdonságai, mint az, hogy mennyire intelligens, agresszív, kócsolható, kíváncsi, milyen korrelációban áll azzal, hogy mennyire sikeres értékesítő a HubSpotnál. És a top 10 ilyen személyiségjegyet azt feljegyezte, aztán ledefiniálta, hogy ne legyen olyan probléma belőle, mint nálunk a céges értékeknél, ugye, hogy a megbízhatóság nem mindenkinek ugyanazt jelenti. Náluk is ugye az intelligencia nem biztos, hogy mindenkinek ugyanazt jelenti, ezért kell neki definiálni, nekünk pontosan mit jelent. És bele kell rakni az interview scorecardba, és akkor minden jelentkezőt az állásinterjún ezt szerint kell pontozni. Itt vagy, hogy néz ki náluk egy interview scorecard, ott van John Doe, most jelentkezett, stb. Ez a 10 náluk, ami kifejezetten fontos. Legelső és súlyozva is van a kócsolhatóság, kíváncsiság, munka, etika, intelligencia, szenvedély, stb. Ők ezeket találták a legfontosabbnak, és mindenkit ez szerint pontoznak be egy állásinterjún. És mi a különbség az egyes és a kettes között meg? Hogyha kócsolható, lehet, hogy én azt mondom egy emberkére, hogy 6-os szinten kócsolható, vagy az a szkorja, és egy másik ember meg azt mondja rá, hogy 10-es. Tehát ezt most meghatározták a kócsoláson belül az összes 10-re vonatkozó, hogy milyen lenne? Azt nem, viszont azt meghatározták, hogy hogyan lehet mérni. Mondjuk azt, hogy valaki hogy kócsolható, arra például hoztam is egy példát, hogyan tudod mérni, hogy valaki mennyire kócsolható. Ezt úgy mérték, hogy csináltak egy szerepjátékot, és ugye mondták, hogy én vagyok az ügyfél, te vagy az értékesítő, letöltöttem tegnap a csalitokat az oldalon, ezért megvan az e-mail címed a CRM-be, jött hozzá egy TASZ, az, hogy ma fel kell hívni, felhívsz, csináld. És akkor ott ugye próbálta rávenni, hogy vegye meg a HubSpotot, és nem ez volt benne a lényeg. Tehát ennyit még mi is csinálunk.
De nekik nem ez volt benne a lényeg, hanem az utána következő rész, hogy megkérdezte, hogy mit gondolsz, hogy milyen voltál ebben a szituációban. És a kapcsolatosságnak az egyik tényezője, hogy hogyan véleked saját magadról, mennyire látod azt, hogy milyen voltál, és ha valaki csak annyit mondott, hogy hát, aztán jó voltam, akkor az rossz jel, nem vették fel, mert nem kócsolható. De ha valaki elkezdte elmondani, hogy hát ebben szerintem lehetne még fejlődni, itt nem volt elég információm, ez szerintem jó volt, itt úgy láttam elbizonytalanodtál, stb. Akkor már ez egy jó jel. Utána továbbment, hogyha azt mondod, hogy szerinted ebben a részben mondjuk a SEO-ban kevés volt az információd, akkor mi lenne az, amit javítanál rajta legközelebb, hogy akkor jó legyen, és utána tovább ment, mert el is mondta neki, hogy nagyon jó vagy, ugye elkezdte coacholni ott rögtön, adott neki pozitív feedbacket, nagyon jó vagy, ez szerintem is jó ötlet. A SEO-hoz egyébként még azt kell tudnod, hogy ez a Google-ben nem tudom mi, elmondta neki, hogy hogyan tudna ezen a részen fejleszteni, pontosan mit kell hozzá tudni, és utána kérte, hogy csinálják meg újra ugyanazt a szituációt, most már azzal a tudással, amit megkapott, és hogyha használta azokat is, közben úgymond alázatos volt és vette az információt, stb., akkor ő kócsolható. Ha nem, akkor nem. És náluk például ez az elsődleges, és ezt mindig eljátszett. És ezt szerintem tök jó ötlet, mert nálunk is ez szerintem fontos szempont lát. Felvettük ez alapján a legjobb embert, mentünk tovább, ki kell őket képezni. A HubSpotnál így van a kiképzési folyamat. Először megtanítják a buyer journey-t, azt mindjárt megnézzük ezeket sorba, aztán a érkeztetési folyamatot és a minősítést. Ez a buyer journey, ez ugye azt mutatja, hogy aki jött hozzánk vásárló, az mennyire van a probléma tudatánál, vagy már mondjuk a döntéshozatal közelében, és hogyan tudja mondjuk egy értékesítő ezt észrevenni, és ezt tanítják meg nekik legelőször, hogy honnan jöhet. Innen ilyen ember jön, onnan olyan ember jön, és mit csinálj vele. Utána megtanítják nekik, hogy hogy tudod eldönteni, hogy ő ugye nekünk opportunity lehet, vagy nem. Ez szerint mennek sorba ez a bank modell. Így kell nagyjából sorban megtudni ezeket az információkat először, hogy van-e, tud-e nálunk költeni, hogy ő-e tényleg a döntéshozó, hogy mennyire sürgős neki az a probléma, mennyire fáj, amit mondott, meg hogy milyen gyorsan tudunk neki megoldást nyújtani, mi az a idő intervallum, meg milyen time frame. Időkeret, amin belül tudunk neki megoldást nyújtani. Így van. Majd megnézzük, hogy ha ezeket nem tudod, miért probléma, de ugye ez a menedzsmentnél lesz, úgyhogy ez még csak igazából felvezeti, így tanítják meg őket, hogy ezekkel kell sorba menni, és itt van a tréningjük, ez csak azért érdekes, mert ők 2 hét alatt elmondanak mindent. 2 hét náluk a betanítási folyamat, és a második héten péntek, így van, egyébként ez azt jelenti, hogy délelőtt délután, itt vagy miket tanítanak meg nekik, milyen sorrendben, és hogy pénteken levizsgáznak, és utána kapnak egy certification-t is abból, hogy mennyire sikerült ez a vizsga. Úgyhogy max ebből majd öteket lehet belíteni, hogy mi is, hogy haladjunk sorba ezeken. Ez a 20 év? Aha. Mert szerintem valamiük online is elérhető, tehát van egy saját akadémia. Így van. Ez is az ő, van egy PPT-k is, vagy 80 diából, hogy tanítják be, ez is az egyikből van, hogy milyen héten ezt onnan szedtem. A HubSpot blogján egyébként ennek mindegyik pontnak a részletes kifejtését megtaláljátok. Ezt csak gondolatébresztőnek hoztam, mivel nincs sok időm. Jó, aztán, hogyha már megvan a mindenki, és ki van képezve ugyanolyan módon, akkor utána felelősséggel tennünk őket ugye a scorecardokért, de mindenkit ugyanolyan módon. Ez csak azt mutatja, ezt igazából szerintem mi jól csináljuk, hogy inkább ne az activity-re, ne a tevékenységre fókuszáljunk egy scorecardnál, hanem az eredményére, a végkifejletére,
és akkor itt van például, hogy ők mi az activity, és ahhoz milyen metrikák járulnak. Ez egyébként nálunk is nagyjából így van. Annyi nem, hogy mondjuk nem azt kellene nézni, hogy hány darab telefonhívás volt, hanem azt, hogy hány darab minősített lead. Nem azt kéne nézni, hogy hány konzi volt, hanem hány olyan konzi volt, ahol elő is fizettek például. De ezt már így akarjuk csinálni, szóval ez nagyjából megvan. A lényeg, hogyha már megvannak a metrikák és mérjük, és nem jól mutatják a számok, tehát hogy nehéz angolra magyarra fordítani, igen. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy egy sales emberünk valamiért nem jól teljesít, ezt egyébként mindegyiket emberenként kellene mérni, hogy ő nála a konzik, hogy stb. És ha látjuk, hogy egy ember valamiért nem jól teljesít, annak 11 oka lehet, amit most megnézünk, és minden egyes oknál elmondom, hogy mit lehet tenni az ügy érdekében. Nem lesz olyan hosszú. Az első az az, hogy ha azt látjuk, hogy nagyon sok telefonhívás van ennél az embernél, és nagyon sok a konzultációja is, de keveset értékesít, akkor ott az lehet a probléma, hogy nem jól minősíti a leadeket, és rengeteget telefonál, de nem a jó emberekkel telefonál. És itt ugye az lehet a megoldás, hogy leülünk vele, és naponta megnézzük mindenkit, akit fel akar hívni, és megtanítjuk neki, hogy hogyan minősítheti ezeket a leadeket, hogy olyanokat ne hívjon meg, ne konzultáljon velük órákig mondjuk, aki nem lesz opportunity. A második az ugye az időgazdálkodás. Itt ugye azt tudjuk látni, hogy minden egyes területen az értékesítési töltsérben alacsonyabban teljesít, mint az átlag. Ez azt jelenti mondjuk, hogy gyengék az adminisztrációs képességei, túl sokat kutat egy ügyfél után, mielőtt felhívja, sokat pötyög a CRM-be, és ezért nem halad semennyit, és ezt ugye szintén azt tudja megoldani, hogyha mellé ülünk, és akkor minden egyes tevékenységét megnézi, leriportolja mondjuk egy hétig, vagy két hétig, vagy valameddig, hogy azzal a tevékenységgel mennyi időt vett igénybe. A harmadik, és ezt a kettőt ugye nehéz megkülönböztetni, mert ugyanaz az előjele, hogy valaki nem jól teljesít minden egyes tevékenységnek, az ugye a személyes motiváció, vagy inkább ugye demotivációja miatt van. Itt ugye a normál coaching technikák működnek, meg kell mutatni neki, hogy mi a cél, és hogy ez hogyan van kapcsolatban az ő saját céljaival, és haladni tovább. Igen, ez az, hogyha valaki egyszerűen fél felvenni a telefont, ugye sajnos van ilyen is, előfordult a HubSpotnál is, ott azt mondják, hogy ez rossz felvétel volt, nem ez a szakmája, át kell helyezni valahova, vagy el kell küldeni, mert ezt kijavítani, és coacholni, és megtanítani neki, hogy hogy kell, az nem a te feladatod. Igen. Igen, ez az, hogy mennyire mélyen próbáljuk elérni azt ügyfelet. Ez azt jelenti, hogy mondjuk azért lehet rossz a statisztikája, mert csak egyszer vagy kétszer hívta fel az ügyfelet, mielőtt tovább ment volna, ugye ha nem veszi fel, majd arra is nézünk egy számot, hogy hányszor kellene felhívni. Ő kevesebbszer hívja mondjuk, mint az átlag, akkor ezért is lehet rossz. Az, hogy elégszer hívja fel, de mikor nem veszi fel, mindig ugyanazt az e-mailt, vagy ugyanazt az hangüzenetet hagyja neki, és nem teszi személyesebbé, hogy mondjuk megint én voltam, és ezzel kapcsolatban kerestem, hanem mindig ugyanazt nyomja, az is ugye gagyi. Igen, ez ugyanaz akar lenni. Aztán a bizalomnak a fejlesztése. Ez amiről már beszéltem is, hogy ahelyett, hogy nyomatja a pitchet, ahelyett kérdezősködik és jó kérdéseket tesz fel, ezt ugye úgy tudjuk fejleszteni, hogyha nem ezt csinálja, hanem a betanult szöveget mondja az emberünk, hogy szerepjátékokat játszunk vele, ahol megtanítjuk kérdezni.
a sürgősségérzet hiánya, ez ugye nálunk eléggé megvan, ez akkor van, hogyha nagyon sok ember azt mondja neked, hogy most éppen nem érek rá, hívja jövő héten, vagy hívja egy hónap múlva, majd akkor indítom a webshopot, de egy hónap múlva felhívod, akkor már nem tudja, hogy ki vagy. Ezért ki kell találni valami sürgősségérzet legyen a zsebedben, hogy tud neki mondani, hogy ezt a kifogást kezelni, hogy miért kell éppen most beszélnetek. És hogy azt, hogyha nem a üzlet vagy döntéshozó akarod elérni, akkor az is lehet, ha nem őt tudtad elérni, akkor az a baj. Vagy hogyha nem mentél elég mélyre, hogy mennyire fáj neki az a probléma, amivel jött hozzád, ugye ez meg egy másik előadás volt, hogy ötször kell a miérteket megkérdezni, akkor jutsz a felszín alá, hogy mi az igazi probléma. Így kell kurcsolni a szélzős embereket, hogyha valami baj lenne az egyéni statisztikájukkal. És ami nálunk szintén nagyon nem megy, ezt azért hoztam akár fejlesztőknél, akár értékesítőknél, ez a becslés arra, hogy mennyi időt fog mondjuk igénybe venni egy fejlesztés, vagy becslés arra, hogy előfizet-e az ügyfél, hány százalékban biztos, hogy előfizet, ugye ez az opportunity-hoz kapcsolódó, ez statisztika. És a HubSpot kitalált erre egy játékot, ugye csapatokba rendezte az embereit, ott 4 fős csapatok voltak, és minden alkalommal, amikor egy értékesítő tartott egy demo konzultációt valakinek, akkor amikor letette a telefont, akkor meg kellett becsülnie, hogy hány százalékban biztos, hogy elő fog fizetni az az ügyfél a hónap végére. És ezt felvitte egy, ha 0 és 100 között lévő számban, ugye, hogy hány százalék egy táblára a csapata alá, és a hónap végén ugye megnézték, hogy melyik csapat nyert, ki tudta a legközelebbi becsléseket hozni, ami náluk azért volt érdekes, mert ők is semmilyen szinten nem tudtak becsülni, tehát ott náluk kiderült, hogy mikor 70%-ot írtak, akkor az mondjuk 0 volt, mikor 0-t, akkor 80, és fúra nem tudták megbecsülni, hogy ki fog előfizetni, meg ki nem, de ezzel a játékkal, amikor csinálták 6 hónapig, utána már tök jól betudták az értékesítőt, mert figyelj, ő elő fog fizetni, és elő is fizetni, ő meg nem, úgyhogy ne is foglalkozzon. Igen. És akkor ehhez kellene utána, hogy a marketing minden hónapban ugyanolyan minőségű, ugyanannyi leadet küldjön a salesnek, hogy fel tudjuk tartani ugye a következetes előrejelezhető értékesítési folyamatot. Ehhez egyrészt tudnunk kell, hogy milyen leadeket akarunk. Itt megkülönböztetünk ugye buyers personákat, itt ők úgy mérték be a HubSpotnál, hogy aki enterprise, tehát nagy cég, az ugye általában még a problémát neki be is kell mutatni, meg ki is kell találni, meg kell keresni, és a többi. Aki már közepes, az már keres valamilyen megoldást, abban a fázisban kapjuk el, aki meg kicsi, az már a megoldások közszelektál, tehát mondjuk próbaidőszakot igényel, mert már a megoldások közszelektál. És ezek alapján hogyan tud a sales és marketing mondjuk náluk együttműködni, mert ugye tudjuk mi is, hogy nagyon fontos, hogy együttműködjenek. Ehhez kell először is a marketingnek egy SLR-t bevezetni, amihez náluk úgy volt, hogy van náluk 10 értékesítő, és mindegyiknek az volt a célja, hogy 5 szerződés legyen a hónap végére. Ezt egy értékesítő úgy tudja elérni, hogy tudnia tartani akár 15 prezit, ahhoz kell 25 minősített lead, ahhoz kell 75 telefon, ahhoz kell 150 a középső célcsoportból, akik ugye már keresnek valamilyen megoldást, és ugye ebből 10-et kell, 10 célsz ember van, tehát 10-szer ennyit kell hozni, 1500 leadet havonta. Ezt ugye mi is ki tudjuk számolni, és nagyjából csinálhatnánk is, de ez volt a rossz verzió, szóval ne ezt kezdjük el már csinálni. Ugye itt azt mondanánk, hogy oké, de tényleg nekünk csak olyan leadeket küldjetek, aki mondjuk a, már ott tart a enterprise-nek, küldjetek, mert azt nehéz lezárni, meg nem akarjuk nekik eladni még a problémát is, hanem csak olyat, aki már szelektál a megoldások között, és mondjuk próbaidőszak igényel, csak olyat akarunk. Pedig mondjuk próbaidőszak igénylő,
az a, tehát csak olyat kérünk, pedig van olyan is, aki mondjuk csak letöltött, azt határozták meg, hogy nem számokban mérnek, semmit nem mérnek számban igazából, hanem dollárvájuk nézik meg minden egyes leadnél is, opportunitynél is, mindennél. És marketingnél is ugye kiszámolták ezek alapján, hogy mennyi az átlagos ráta a leadből vásárlóvá konvertálásnál, mennyi egy átlagos előfizetés értéke, és ugye megszorzod egymással, az lesz a dollár value, és úgy kijött nekik az új SLA-juk, hogy kérünk szépen, havonta a marketingtől 12 millió dollár értékű leadet. És ugye ezt sokkal könnyebb volt a marketingnek is megcsinálni, mert például úgy is tudta hozni, hogy hozott 1000 demót, meg 3000 letöltőt. És akkor így jött ki mondjuk a 12 millió dollár. Mert annyit mondjuk csak demóból nem tudott volna hozni. És minden nap riportolt a salesnek, hogy a tervhez képest hol tart ebben a dollár value értékben, mennyi leadet hozott. És nézzük, hogy a sales mit küld vissza ezek alapján. A sales ugye megkapja a leadet, akkor az első kérdés az, hogy milyen hamar kell felhívni a leadet, hogy rá tudjuk venni az előfizetésre. Tippek? Ezt amúgy néztük múltkor egy köztis szemináriumot, ott már nem tudom, mi volt a válasz, de szerintem ugyanaz, mint itt, mert ugyanabban a blogban. Egy óra volt. Igen, egy órán belül, ez a helyes válasz. 50 ezer leadet vizsgáltak meg, és abból jött ki ez az eredmény. És ugyanezt megvizsgálták abban az aspektusban is, hogyha felhívunk egy leadet, ugye egy órán belül, de nem veszi fel a telefon, akkor hányszor kell újra próbálkoznunk, hogy elérjük a leadet, és hány hangüzenetet kell hagynunk, mielőtt feladjuk, és ott hagyjuk, erre is csináltak egy elemzést. 5-ször kell. A small business-t, aki trial-t igényelt, aki már solution keresésben van, azt 5-ször kell felhívni. Aki közép, mid-market, aki nem trial-t igényelt, hanem mondjuk letöltött egy könyvet, őt 8-szor kell felhívni, az enterprise pedig 12-szer. És ugye erre csináltak egy CRM fejlesztést, hogy megmondja az értékesítőknek, hogy mikor kell felhívni, és mikor van a következő időpont, és 5 alatt ne tudják lezárni. És ezt küldi vissza a marketingnek a sales csoport minden nap, hogy hány olyan lead van, akit nem hívtunk fel egy órán belül, és hány olyan lead van, akit kevesebb, mint 5-ször hívtunk. Jó. Akkor itt tartunk, megvan a sales teamünk, mindent meg tud csinálni, már csak kell egy sales folyamat, hogy mi haladjanak végig. Ez egy 3 óra 15 perces sales folyamat, amit ajánlok könyv. Kicsit ugye hasonlít arra a band módszere, hogy mit akarunk megtudni az ügyféltől. Először egy 15 perces callban azt akarjuk megtudni, hogy egyáltalán ez idők pocsiklás-e, piros zászló van-e, bele tartozik-e az ideális vásárló dologba, ilyesmi. Ez ugye hasonló ahhoz, hogy felhívunk sok rendereseket, hogy időpazarlás lesz a konzi, hogyha igényli. Aztán ugye van az egy órás konzi, amikor azt akarjuk megtudni, hogy ez neki akkor megoldást vagyunk-e, és akarjuk-e mindketten, hogy működjön. És a harmadik az egy náluk egy 2 órás dolog, hogy együtt akarunk-e dolgozni kellene, hogy együtt dolgozzunk. Jó lesz az mind a kettőnknek. És ez én egyszerűen mind kell. Aztán, ha ez megvan, akkor kiküldenek ajánlat helyett egy úgynevezett simple success plan, tehát egy ilyen egyszerű sikertervet, ami igazából egy step-by-step lépésekből álló táblázat, ami annyira egyszerű, hogyha ha nem is ő a döntéshozó, de megmutatja a cégen belül a döntéshozónak, vagy a kollégáinak, vagy bárkinek, az egyből látni fogja, hogy ez egy nagyon profi dolog, ez megéri nekünk, ezt kell csinálnom, és ez lesz, azt kell csinálnom, és az lesz. És csináltam is egy példát a Conversitykhez, hogy például az lenne a cél, hogy elérni 2000%-os profit növekedést egy éven belül neki. És akkor ahhoz vannak kulcs mérföldkövek, amikor mondjuk konzultálunk,
vannak kulcs mérőszámok, hogy az arra a konszira mondjuk mit akarunk elérni, mit akarunk ott fókuszba helyezni. Ott is van, hogy ezt mondjuk melyik modulunk segítségével lehet fókuszban tartani, mi a to-do hozzá, és akkor mennyi a előrejelezhető bevétel abból, és mennyi időt kell rászánnia. Valami hasonló lehet. De csak én találtam ki azok alapján, ami ide volt írva, mert ott csak ennyi van. Úgyhogy még lehet rajta gondolkozni, nem tudom, ti mit gondoltok erről, hogy mondjuk akár Shoprendtárja vagy Optimumnál, illetve küldünk egy ajánlatot, egy olyan tervet küldenénk, hogy neked ezt kell csinálni, mi meg ezt csináljuk meg, és akkor ekkorra ez lesz. Jó. Aztán, ha már kiküldtük ugye a ajánlat helyett ezt a lent, akkor utána még van az öt legfontosabb metrika, amit mérnek ők a HubSpotnál. Ugye itt is igaz az, hogy inkább az eredményekre kell fókuszálni, mint a tevékenységekre. Itt ugye ezeket szokták mérni. Az új leadek száma havonta, meg hogy milyen forrásból, a konverziós ráta a leadből opportunity-vel, nem prospective. És akkor itt is ugye mindenhol a dollár value-t nézik, mi ugye ezt nem nézzük, és nem is használjuk Salesforce-ban sem az opportunity nevű funkciót, ahol ezt meg lehetne adni. Igen, opportunity-ból lezárt délé hány ember lesz, és három kategóriában nézik a bevételt, az új biznisz, add-on biznisz és renewal biznisz. És azt még csak így érdekességképpen hoztam, hogy ők azt mondják, hogy a Salesforce-ban a homepage-nek úgy kéne kinézni a három fő metrika, az a most havi tevékenység, a havi eredmények belőle, és a hosszú távú eredmények, amik vannak. És akkor itt végére értünk az egésznek. Egy kis ismétlés, hogy miről beszéltünk ma, ahhoz, hogy egy jó következetes sales folyamatot tudjunk csinálni, először is a leadeket megszerzésében kell következetesnek lennünk, és tudnunk kell, hogy mi a különbség a prospect lead és opportunity között, hogy honnan jönnek a leadjeink, hogy milyen a értékesítési csatornánk, hogy mi az ideális vásárlóprofilunk és hogy ki a célcsoportunk. Ezek alapján tudunk ugyanolyan minőségű leadeket szerezni minden hónapban a salesnek. Utána fel kell vennünk ugye a legjobb salesest, hogy ezt tudjuk csinálni. Itt megnéztük, hogy hogyan lehet megnézni, hogy mi kerüljön az interjú scorecardra, mik a 10 legfontosabb értékesítő védjegye, és azt kell mérni, és ugye beszéltünk a szerepjátékok fontosságáról, hogy nem a szerepjátékot nézzük, hanem hogy utána mennyire kulcsolható. Hogy kell tréninget tartani, megtanítani először a buyer journey-t, aztán a sales folyamatot és a lead minősítést. Mindenkinek adni kell egy metrikát, amit ilyen felelős, és az eredményre kell fókuszálni, nem a tevékenységre. Ha ezek alapján mégis valakinek rossz lenne az eredményesség, akkor megnéztünk 10 pontot, hogy hogy lehet őket coacholni. Nagyon fontos a sales marketingnek az együttműködése, ezért jó lenne kialakítani mindkét részről SLA-t, követelményrendszert, amit leriportol egymásnak a két osztály, és ehhez mérőszámok marketingnek a forintban mért, vagy dollár value-ban mért leadek, valamint a salesnek, hogy hány órán belül hívják fel az ügyfeleket és hányszor. Három óra 15 perces sales processzről is beszéltünk, és hogy utána ne ajánlatot küldjünk, hanem simple success plans, és utána mérjük az eredményeket. Úgyhogy ennyi volt, köszönöm szépen!